Egy 10 milliós kínai nagyváros delegációja érkezett szombaton Ceglédre a Törteli útra, a most a gimnáziumnak is helyet adó Tech Parkba. Kínából érkeztek, ott gyártják ugyanis azokat a csúcs technológiát képviselő gépeket, amelyek hamarosan itt is láthatóak lesznek a kínai tulajdonos által kialakított bemutatóteremben. Ezt a Tech Parkot 2019-ben nyitotta meg Zhang Jack. Most már a cél átalakítani a telep struktúráját. Hogy ezáltal jobb szolgáltatást nyújtsunk és hatékonyabb együttműködést tudjunk kialakítani kínai és magyar egyetemekkel, high-tech cégekkel, nemzetközi közös kampusz jöjjön létre, oktatási-képzési bázis. Célunk, hogy az ipari park Kína és Magyarország közötti együttműködés hídja legyen. És olyan vállalkozásoknak lehetőséget biztosítani a bemutatkozásra, mint például a találkozón is résztvevő Datolézer, mondta a házigazda. A delegációnak a várost és a térséget Földi László országgyűlési képviselő mutatta be. A Magyarország érdekeit kétharmados többséggel irányító kormánypártok 13 évvel ezelőtt hirdették meg a keleti nyitás elnevezésű politikai stratégiát, amely a kölcsönös előnyökkel járó együttműködést torgalmazza a keleti országokkal. Ösztönözzük a kínai befektetőket, hogy Magyarországot válasszák európai helyszínüknek. Ez a stratégia nagy sikertörténet. A kínai vállalatok folyamatosan élnek azzal a lehetőséggel, hogy Európában nálunk leginkább befektetőbarát a gazdasági környezet és a legalacsonyabb a vállalati adókulcs. Földi László úgy fogalmazott, hangsúlyozni szeretné, hogy Magyarország nem kockázatként vagy fenyegetésként tekint Kínára, hanem olyan államként, amellyel az együttműködés gyümölcsöző és sok hasznot hoz. Úgy fogalmazott, véleménye szerint az Európai Uniónak is a rivalizálás helyett a kölcsönös tiszteletre és előnyökre alapozott kapcsolatokra kellene koncentrálnia. Fontos az is, hogy a hazánkba és ebbe a térségbe érkező kínai gyárak, üzemek számos magyar embernek adhatnak munkát, emelte ki. Kína harmadik gazdaságilag legerősebb tartományának fővárosa Jinan. A település polgármestere örömmel üdvözölte az együttműködést. Cegléd egy kifejezetten jó helyen lévő város, kiváló elhelyezkedése van a megyében. Az itteni Tech Park pedig már eddig is sok vállalatot vonzott Ceglédre, hogy itt fejlődhessenek. Jinan számára is ez a hely egy kiváló központ lesz a magyar és kínai együttműködés erősítésére. Az önkormányzat kiemelt feladata kell, hogy legyen a területfejlesztés, ebben pedig direkt kapcsolatok nélkül nem fognak tudni versenyképesen helytállni. Erről már dr. Ferenczi Norbert beszélt. A kínai technológia magyarországi megismertetése a szakképzési centrum számára is fontos, és szívesen megismerik azokat az oktatóik is, akik a tudást továbbadhatják a diákoknak. De önkormányzati képviselőként is fontosnak érzi az együttműködést. Eladó ingatlanjaink egyszer elfogynak. Az értékesítésükből származó összegek egyszer elfogynak. Hosszú távon csak olyan gazdasági társaságok ide településével lehetünk versenyképesek, akik értik versenyelőnyeinket és versenyhátrányainkat. Az előnyökért cserébe hajlandóak itt az érvényes adót megfizetni és a sportot, kultúrát támogatni. Az együttműködés első momentuma volt tehát egy megállapodás aláírása, amelyet a telephely tulajdonosa és a kínai csúcs technológiát képviselő lézervágó és CNC gépeket gyártó Datolézer képviselője látott el névjegyével.